Hatalmas belső terek, hűs elegancia és design, ezek jellemzik a Krisztinusz borbirtokot. Két helyen vagyunk, a Balaton déli partjától mindössze 10 percre. Simon Kornélt kérdezem arról, hogy mi a fő célja a hotelnak és a borbirtoknak, mivel szeretnék megszólítani a vendégeket. A fő célunk az, hogy egy olyan élménnyel gazdagodjanak az ide látogatók, amit tényleg nem felejtenek el, és mély nyomot hagy bennük. Amit észrevettünk, hogy nagyon szeretik a komplex szolgáltatásokat. Legyen szó a borbirtokról, a hotelről, az étteremről, vagy akár a bormoziról, és pont úgy gondolom, hogy ebben vagyunk erősek, hogy ezt itt mind egy helyen tudjuk adni a vendégeinknek. A borkóstoló csomagjaink is így vannak felépítve, hogy tényleg az is megtalálja a számításait, aki csak borszerető, de nem ért kimondottan a borokhoz, illetve hát azok is természetesen, akik ténylegesen napi szinten a boros világban forognak, és a bor a mindenünk, és értenek is hozzá. Úgyhogy tényleg ezt is próbáltuk úgy kialakítani, hogy mindenkinek jó legyen. Jó napot kívánok! Jó napot, sziasztok! Szia! Sevestén Diana vagyok. Jó napot kívánok, Göröcki Viola vagyok. Köszönöm, ő pedig Manka. Szia, Manka! És szeretnénk itt eltölteni egy éjszakát, ha lehet. Mindenképpen kutyabarát szobára lenne szükség. Igen, igen. Mindjárt kitöltjük a regisztrációt, jó. Addig hadd adjam át ezt nektek nagyon sok szeretettel. Nagyon ez a Mankának köszönjük. Egy kis üdvözlő ajándék. Találtok benne kis jutalomfalatkát, minden. Csodás. Manka, ja, az Manka. Első. Egy kis vizet adhatok neki? Megköszönöm, igen, mert nagyon meleg van. Köszönjük szépen. Parancsol. Igen, van benne kis házirend is. Házirend. Kutyakesz. Kutya a szobában. Ez egy jó kis falánk lesz, kedves házirend, és a szokásos, amiből sosem elég. Igen, abban sosem minden elég. Zsebben legyen egy, mert mindig elfogy, és mindig a legrosszabbra szokott elfogyni. Úgyhogy... Szuper, nagyon örülünk nektek. Kérlek, tölts ki a regisztrációt. Jó. A négyes szoba lesz a tiétek. Manka. Oké, és köszönjük, aláírom. Aláírás mindenképpen, igen. És Manka. És Manka. Bor és kutya, hogy jött össze? Miért lettetek kutyabarátok? A bor és kutya az úgy jön össze, hogy az ügyvezető igazgatónak van egy gyönyörű weimari vizslája, és hát ő szinte napi szinten itt van. Már az elejétől fogva az ügyvezetőnknek is, illetve hát a hotel vezetésének is, hogy tényleg ezt úgy kellene kialakítani, hogy kutyabarát legyünk. Maga a borbirtok, az étterem, a hotel, úgyhogy nagyon nincsen olyan hely igazából, ahol itt nem lehet kutya. Tehát bárhol szabadon elengedhetem Mankát, nem kell pórázon, megfogom is. Pontosan. A Vinocino-ról mesél nekünk egy kicsit. Vinocino vagy Vinocino? Vinocino. Vinocino, igen. Igen, hát ez pedig ugye az ország első bormozia. Ez már állt ez a bormozi része, úgymondván, amikor megépült az épület, illetve hát a borbirtok. De nem volt igazából így koncepciója, és nem volt kitalálva, hogy pontosan ezt mire is lehetne használni. Most már péntek, szombat, vasárnap mindig filmek vannak, hát és a legszebb része az egészben, hogy borozni lehet közben. Nem az a szokásos popcorn, kóla, és akkor nézzük a filmet, hanem jobban el lehet lazulni, és hát szeretik szerencsére a vendégek. Két hely is bővelkedik a látnivalóban, és a környék is gondolom számos olyan lehetőséget ad, ahová Mankával el tudok egy picit kirándulni. Melyek a legkedveltebbek itt a környéken? Most hazabeszélek egy kicsit, és akkor egyből a borbirtokról indulnék el. Most hozunk létre igazából egy túraútvonalat, egy 5 és 10 kilométeres szakaszt, ami igazából kapcsolódik maga a futásos rendezvényünkhöz is, ami minden évben szeptemberben van. Ezt meg lehet tenni biciklivel, gyalog, futva, kutyával. Úgyhogy igen, ez gyönyörű ez az egész környezet itt, ami körülvesz minket, és érdemes tényleg egy nagy túrát tenni. Gyorsan felfrissülünk, iszom egy jó limonádét. Mankusz, te is jól vagy? Vizet ittál? Meg vagyunk? Mehetünk egy jó játékra? Fölnézzünk, van egy nagyon szép túraútvonal, és mellette egy kis zöld füves rész, ott fogunk játszani egy kicsit. Picit beszélni még a gasztronómiáról. Nagyon szépen köszönjük azt az isteni tenapi vacsorát. Fine dining volt a szószoros értelmében.
Igen, ez egy másik nagyon fontos része most már, úgy gondolom, és hozzátartozik egy, most már hozzátartozik igazából egy borászathoz, illetve egyre több borászathoz az, hogy akik oda látogatnak, azok nem csak bort szeretnének kóstolni, hanem szeretnének finomakat enni. Jelenleg az éttermünk amúgy bekerült a Dining Guide top 100-as értékelésébe, vagy például most, ami friss, a Magyar Konyha különkiadásában, ugye a második legjobb helyen vagyunk a Dél-Balatonon. Nálunk az ételek amúgy a borhoz vannak párosítva, úgyhogy ez még egy különlegesebb dolog, hogy nem az ételhez ajánlunk bort, hanem a borhoz ajánljuk az ételeket az étlapunkon. És emellett kutyabarátok vagytok, aminek nagyon örülünk, mert egyre több szálloda köteleződik el emellett a szolgáltatás mellett. És szeretném megköszönni nagyon kedves kutyaváró csomagot, amit kaptunk. Volt egy olyan aranyos házirendben, egy elegáns fekhelyünk, itattunk, plédünk, úgyhogy igazán köszönjük szépen, jól éreztük magunkat. Nagyon szívesen. Köszönjük. Sajnos mennünk kell, pedig semmi kedvünk hazaindulni a városba, nagyon jól éreztük magunkat. Manka hamar belakta azt a hotelt és a borbirtokot, jött-ment, otthonosan fityeget, fontoskodott, indulunk, de még visszatérünk. Ha a szállodával kapcsolatban bármilyen kérdésetek, kommentetek van, írjátok meg nekünk. Mankával utána járunk. A Christinus borbirtokot a kutyabarát.hu ajánlásával látogattuk meg.